Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Kiemelő című magazinunkat látják. Mai műsorunkban részletesen beszámolunk arról, mi vár a szerelmesekre a házasság hetén Kecskeméten. Ezt követően pedig azt is megmutatjuk, miért érdemes egy szakma mesterévé válni. Már is kezdünk! A következő napok Kecskeméten a házasság és a család fontosságáról szólnak. Pénteken kezdődik a házasság hete rendezvénysorozat, ahol 10 napon át számos program segíti a párokat. Engert Jakabné alpolgármester mond ünnepi köszöntőt a holnapi megnyitón. Vele beszélgetett kollégánk. Február 10-től 10 napon keresztül a házasoké, a jegyes pároké, illetve a családoké lesz a főszerep itt Kecskeméten is, úgy, ahogy országszerte. Mióta csatlakozik Kecskemét a házasság hete programsorozathoz? Kecskeméten már 2013 óta megünnepelték civil szervezetek, 2-3 civil szervezet összefogásával, de tulajdonképpen a Parázs Pasztorális Központ kezdeményezésére ők indították el, és 11 éve van ebben az összefogásban, ami jelenleg is ebben az évben megszervezésre kerül, és hát ennek külön nagy értéke az, hogy ilyen sok szervezet, civil szervezet, intézmény úgy gondolja, hogy ez egy olyan fontos érték, amit meg kell ünnepelnünk, és időről időre ráirányítani a figyelmünket erre a szeretett közösségre. Nem csak a sikeres házasságra hívja fel a figyelmet, vagy magára a házasság intézményére, hanem abban is segítenek a programok, hogy hogyan lehet sikeres egy házasság. Igen, valóban így van, nem véletlen az, hogy mi természetesen tiszteletben tartjuk, és valahol megjelenik a programok nevében, vagy a programok során az a motto, ami országosan meghirdetésre kerül, ugye ebbe az évben a szeretetbe kapaszkodva, hiszen a szeretet az alapja mindennek. De amikor együtt közösen kezdtük el az összefogásban szervezni a házasság hetét, akkor született egy olyan közös szándék, megegyezés, hogy itt minden évben a motto változatlan marad, hiszen azt gondoljuk, hogy ez egy örökérvényű dolgot ki is fejez, és sokkal szélesebb, hiszen nem mindenki él házasságban, hanem párkapcsolat, számos párkapcsolat van körülöttünk, és úgy gondoljuk, hogy nem zárhatjuk ki, hiszen valahol az ő kapcsolatuk is egy szeretetet, egy szerelmet fejez ki. Ezért is a motto az elkötelezett szerelem ünnepe, nem csak házasoknak. És ugye milyen programok segítik a párokat? Hát nagyon, nagyon széles a paletta. Minden évben egy kis kiadvány kerül összeállításra, és ezt széles körbe eljuttatjuk, de nyilván ez online felületen és egyéb formában is eljut az érdeklődőkhöz. Én külön örülök annak, hogy nem csak a civil szervezetek, mint hogy említettem, hanem számos kulturális intézmény, természetesen a saját profiljának, tevékenységének megfelelően, akár képzőművészeti alkotásokon keresztül, akár a gyönyörű szerelmes verseinken keresztül, de említhetem itt az uszodát, ahol szintén rendkívül kreatívak az ott dolgozó munkatársak, és nagyon ötletes dolgokat találnak ki arra, ami kifejezi ezt az összetartozást, de van rajzverseny, ami kisgyermekeknek szól, és vannak nagyon komoly mentálhigién és párkapcsolati beszélgetések, mert hiszen számos esetben ugye a házasságon belül azért találkozunk, nem mindig rózsaszín felhő az egész életnek a története, és sokan itt találnak akár problémát vagy megoldást együtt párban egy-egy mentálhigiénés szakembertől, pszichológustól, de én egyetlen egyet szeretnék csak most kiemelni, itt lesz Pál Ferenc, aki biztos vagyok benne, hogy rendkívül izgalmas témát fog fölvezetni, ami sok-sok ember érdeklődését fogja kiváltani. A hitnek is nagy szerepe van a programokban, illetve az egész házasság hetén.
Való igaz, hiszen az összes történelmi egyház is csatlakozott ehhez a programhoz, és igazán nagy értéke, én azt gondolom ennek a nem is egy hetes, hanem jóval több, hiszen holnap délután fog megnyílni a házasság heteit Kecskeméten, hogy számtalan témában, hitéleti témában is, hiszen a szentségi házasság azért még mindig ez a igazán jellemző, amikor két ember úgy dönt, hogy összeköti az életét, és ezt azon túl, hogy megjelenik az anyakönyvi hivatalban, azért egy nagyon komoly hitre építve, a keresztény értékrendre építve szeretné megélni a házasságát, és hát ennek a megkoronázása tulajdonképpen majd a legutolsó program lesz. Természetesen közben is van számos lehetőség egyházak által szervezett programokon megjelenni, műhelymunkákba bekapcsolódni, de az egésznek a megkoronázása, én azt gondolom az, amikor valamennyi felekezetnél szentmise, illetve Isten tisztelet keretében meg lehet erősíteni ezt a szövetséget, és ehhez az áldást is lehet kérni. Ön szerint mi a jól működő család, házasság titka? Igen, hát ez nagyon nagy kérdés. Azt gondolom, hogy ez egy nagy titok is egyben, és ez sokszor sokan föl is teszik, nekem is föltették már. Én azt gondolom, hogy elsősorban az a szeretet, az a szerelem, ami összeköti a két párt. És hogy ez tartós legyen, én 49 éve élek házasságban. Nagyon fontosnak tartom a bizalmat, az elfogadást, és hát a kompromisszumot. Mert ahhoz, hogy egy-egy tartós, vagy egy-egy kapcsolat, egy-egy ilyen elköteleződés, ahhoz azért nagyon komolyan kell venni ezeket az értékeket, mert természetesen problémák vannak, nehézségek vannak, hiszen gyerekeket nevelünk. Többször mondtam már azt, hogy számos alkalom lehet arra, vagy előfordulhat, hogy egy-egy ilyen probléma a családba, akár a két pár között, ami ha nem kellő kultúráltan, intelligenciával próbálják, vagy egymás elfogadásával ezt megoldani, és hát itt még az alázatnak is óriási szerepe van, ez természetesen jól értelemben, az elfogadás, alázat, akkor állandóan el lehetne válni. De még egyszer hangsúlyozom, én nagyon fontosnak tartom, hogy szeretetre épüljön, bizalom legyen, elfogadjuk egymást, és ha probléma van, akkor próbáljuk meg együtt megoldani. Február végéig lehet jelentkezni az Iparkamara mesterképzéseire és mestervizsgáira. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsgára felkészítő képzéseket szervez az építőipar, az épületgépészet, a kereskedelem, a specializált gép és járműgyártás a szépészet ágazatában. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara több mint 25 éve szervez mesterképzéseket és mestervizsgákat. Folyamatosan változik a technológia, amire a szakembereknek is fel kell készülnie. Mindez folyamatos tanulást jelent. Az építőipar, az épületgépészet, a kereskedelem, a specializált gép és járműgyártás a szépészet ágazatában szervez képzéseket. Minden évben arra kínálunk lehetőséget, hogy ezeket a technológiai újdonságokat megismerjék, és ajánljuk is, hogy készüljenek föl rá, hiszen itt sokkal nagyobb lehet az a piac, amit ők meg tudnak szólítani. 33 szakmában hirdetjük a mesterképzéseket, indítani azonban nyilván a kereslet alapján tudunk. Ebben az évben úgy néz ki, hogy gázfogyasztó berendezés és csőhálózatszerelő, kőműves, autószerelő, autóvillamossági szerelő, kozmetikus és kőműves szakmában tudunk indítani képzést, és rá mestervizsgát.
A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Évente általában 50-60 fő végez náluk és szerez mesterlevelet. A mesterlevélnek az elismertsége folyamatosan magas. Ugye nyilvánvalóan korábban a mesterek azok a szakemberek voltak, akik világot láttak, nyelvet beszéltek, szakmai ismeretekkel felruházták magukat, aztán utána itthon hazatértek, és átadták az ismeretüket. Most is így van, hiszen szakmai ismeretek mellett tanulnak még pedagógiai ismeretet, vállalkozási ismeretet. A pedagógiai ismeretre azért van szükség, mert ugye ők általában gyakorlati képzést is folytatnak, szakmatanulásra serkentik, ösztönzik a gyerekeket, és ezeket az ismereteket átadják. Pedagógiát, pszichológiát és tanügyi dokumentációkat ismernek meg ebben a blogban. Vállalkozásvezetési ismereteket meg azért tanítunk, mert ugye nem csak alkalmazottak, hanem egyéni vállalkozók, társas vállalkozók is vannak közöttük. A képzésnek a tartalma ebben az esetben a vállalkozási résznek adózás, marketing, munkajog. Vannak olyan szakmák, amikhez évről évre indítanak képzéseket, mivel olyan keresettek. Ezek elsősorban azok, amelyek a vállalkozás gyakorlásához szükségesek, tehát ezzel lehet csak elindítani egy egyéni vállalkozást. Ezért autószerelő és kőműves szakmában, valamint gázfogyasztó berendezés és sőhálózatszerelő szakmában viszonylag gyakran indítunk. Aztán vannak a szépészeti képzések, a kozmetikusok, fodrászok, kézápolók és műkörömépítők és a speciális lábápolók is sokszor szoktak érdeklődni, hiszen azért ők a folyamatos technológiaváltás és az anyagismeret miatt kell, hogy képezzék magukat, és úgy gondolják, hogy erre a mesterképzés a legjobb forma. Egyébként 180 órás a képzés, tehát magas óraszám, és egy éven keresztül folyamatosan fejlesztik az ismereteiket. Szakmai elmélettel és szakmai gyakorlattal, tehát ők szoktak is dolgozni ilyen esetben szakmai gyakorlaton. A végső vizsgán el kell készíteniek egy vizsgaremeket, egy vizsgaproduktumot, vagy pedig, ha éppen egy olyan szakmáról van szó, amely nem teszi ezt lehetővé, akkor egy szakdolgozatot kell írniuk. Folyamatosan szakember hiány van mindenhol, főleg a gépészet, gépipar szolgáltatás, építőipar területén. A mostani mesterképzésekre a szakmai képesítést igazoló okirattal megfelelő 3-8 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakembereket várnak. Sikeres mestervizsga esetén a vizsgázó mesterlevelet kap. Jelentkezni február 28-ig lehet. Minden részletes információ megtalálható az Iparkamara honlapján. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A következő 10 nap Kecskeméten a házasság és a család fontosságáról szól. Pénteken kezdődik a házasság hete rendezvénysorozat, izgalmas és interaktív program segíti majd a párokat a kikapcsolódásban. Január végén újra megnyitott a kapuit a Híres Agóra Ifjúsági és Kulturális Központ színes programok sora érkezik. Az egész Európát sújtó gazdasági válság ellenére Magyarország teljesíti azt, amit ígért a nyugdíjasoknak és a munkavállalóknak, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfo. Lezárult Kecskeméten az a nagyszabású projekt, amely a szennyvizek energia és nyersanyag tartalmának innovatív hasznosítását célozta. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!